Európában lassul a járvány, jelentősebb növekedés csak Oroszországban volt, mind az új esetek, mind az áldozatok tekintetében. Romániában a halottak száma 1126-ra emelkedett, ez most először a nyilvántartásba vett fertőzöttek 7%-a, az aktív fertőzöttek száma viszont tovább csökkent. Romániában máig 17.191 igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Az aktív fertőzöttek száma a hétvégén enyhén csökkent, az igazolt 155 új esetre 236 gyógyult jutott. A gyógyultak aránya elérte az 58 százalékot. Gyakorlatilag változatlan az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek száma, ma 195 beteg van ebben a helyzetben, ez megközelítőleg 40 os kihasználtságot jelent. Egyre kevesebben vannak intézményes karanténban, ez összefügg azzal, hogy kevesen hajlandóak megfizetni ennek az árát, míg az otthoni elkülönítésben tartózkodók száma megugrott. Amint a képernyőn is látható, a legfőbb gócnak számító Szucsáva megyében van a legtöbb új eset. Bukaresben 14 új esetet jegyeztek. Az Erdély megyék mindegyikében egy számjegyű a növekedés. A külföldön diagnosztizált román állampolgárok száma enyhén növekedett, megközelíti a 3000-et. Európában a járványgörbe lassulóban van, a legérintettebb továbbra is Oroszország. A megbetegedések száma meghaladja az 1.808.000-et, míg az áldozatok száma a 163.000-et. Világszerte a megbetegedések száma meghaladta a 4.819.000-et, az aktív esetek száma némi kép nőtt, meghaladja a 2,5 milliót. Az áldozatok száma világszerte túllépte a 318.000-et.